Köszöntöm a kedves nézőket! Ebben az évben nagyon sok újpesti intézmény születésnapot ünnepelt. Így van ezzel a Szűcs Sándor Általános Iskola is, akinek az igazgatóját szeretettel köszöntöm. Hányadik születésnap ez a 2022-es? Hát ez a 2022-es a 40. születésnapunk. Mi még ilyen fiatal iskola vagyunk. Olyan hihetetlen, hogy az első perctől, sőt, még azt megelőzően is már a szakmában volt, de első perctől kezdve ön a Szűcs Sándor iskolában volt. Ez így van. 1982. szeptember 1-én én ott voltam a első tanévnyitó ünnepségen, ami egyben az épületnek az átadási ünnepsége is volt. Azóta ismerem az iskola történetét, vagy mondhatnám úgy is, hogy az én élettörténetem, az nagyon egybeesik az iskola egy jelentős tevékenységével, idejével. Nem is voltak még épületek ott, ugye? Csak ott állt a nagy semmiben az iskola? Ezt úgy képzeljük el? Igen, tehát az iskola épült meg először, majd a későbbiek során építették meg a környező új izzó lakótelepi házakat, és gyakorlatilag ott a semmibe állt egy fehér épülettömb, körülötte semmi, még a terepet is rendezni kellett, növényzet alig. Úgyhogy igen, ott állt a semmiben ez az épület. Akkor ön mi vonzotta oda? Igazándiból ugye a történetünk az 2 évvel korábbról indul, amikor én elkezdtem a pályámat 1980-ban. Én a Móda Aladár Általános Iskolába kezdtem, mostani utódja az angol tagozatos iskola. Az akkori igazgató oda vett föl engem 1980-ban, és már akkor úgy, hogy majd hamarosan költözni fogunk egy új épületbe, de hát erre még 2 évet várni kellett. Nagyon meghatározó volt annak az igazgatónak a személye, akinél ön kezdett? Meg is említette egyébként a táblaavatáson, nagyon, nagyon meghatározó pedagógus volt ő? Pedagógusként is meghatározó volt, és nekem vezetőként is meghatározó volt. Sokat köszönhetek neki, mert ő abszolút pályakezdőként alkalmazott engem, és egész komoly feladatokkal bízott meg már a pályám elején. Megbízott a pályakezdőkben, és én ezt olyanféle mintának tartom, hogy én a mai napig a pályakezdőket nagyon szívesen alkalmazom, és megbízom én is bennük. Ez nekem egy ilyen életre szóló adomány volt az ő részéről, és én szeretnék ehhez alkalmazkodni, meg méltó lenni. A kezdeti időkben hogyan vitték a szülők a gyerekeket? Tehát mi alapján? Akkor még nem iskola választás volt, tehát máshogy működött ez, ugye? Azt hiszem körzetes lehetett talán? Igen, tehát akkor még a körzetességnek sokkal nagyobb ereje volt, bár ugye az angol, már akkor is az angolnak egy kiemelt jelentősége volt a Móda Aladár Általános Iskolában, de gyakorlatilag a körzetből jártak oda a gyerekek, és hát az iskolaépület már szűk volt. Ugye akkor közben elkezdődött az izzó lakótelepnek a feltöltés, akkor már terv volt a új lakótelepnek a megépítésére, és oda kellett egy új iskola. Beszéljünk Szűcs Sándor személyéről, mert nagyon-nagyon emblematikus a története is, ahogy vele elbánt a rendszer, aztán rehabilitálta. Lehet erről azért beszélni, és kell is szerintem. Igen, jó, hogyha ismerjük ezt a történetet. Egyáltalán az, hogy az iskola életébe hogyan keveredett az ő személye. Az iskolánk az, amikor elkezdtük a működést, tulajdonképpen egy testnevelés tagozatos iskola volt, megfelelő felkészültséggel, és hát ugye nagy jelentősége volt a sportnak. És amikor a rendszerváltásnak ugye az elején hajnalán az volt a frissen megalakuló önkormányzatoknak az elképzelése, hogy az oktatási intézmények valami sajátos arculatot, profilt alakítsanak ki maguknak, hát ez való kézenfekvő volt, hogy mi a sport irányába kezdünk elmozdulni. Nekem kiváló testnevelő kollégáim voltak, akiknek az UT-vel is volt kapcsolatuk, és hát ott merült fel először a Szűcs Sándornak a neve, mert akkor éppen hazalátogatott az ő fia Dániából, ott volt egy szerencsés találkozás az egyik testnevelő kollégámnak vele, és gyakorlatilag innen kezdődött, hogy esetleg vegyük fel az ő nevét. Őt, amikor kivégezték, mert őt kivégezték, tehát arról az időről azért szoktak úgy, a gyerekek tudják, hogy Szűcs Sándor
kicsoda? Igen. Azon kívül, hogy sportoló és úte, és tudják? Igen. Tehát, csak nehéz ügy ez egy kicsit. Ez egy nagyon nehezen érthető dolog a gyerekek számára, de talán pont az ő személyisége, illetve az ő tragédiája az, ami megérteti annak az időszaknak a kegyetlenségét, vagy a számunkra érthetetlenségét. A gyerekektől ez egy nagyon távoli világ. Ők ezt nagyon nehezen értik, de hogyha Szűcs Sándornak az életét elmeséljük nekik, és ez azért minden évben megtörténik, hogy gyerekek, itt van valaki, akire azért tekintünk példaként, mert annak ellen, amit csinált, az nem volt olyan főbenjáró dolog, amiért az életét kellett volna áldoznia, de mégis az a rendszer ezt úgy gondolta, hogy ezt meg kell tennie. Itt talán egy kicsit érthetőbb az ő személyes tragédiáján keresztül annak a rendszernek a kegyetlensége. Tehát mondjuk így kihasználjuk ilyen értelemben az ő vele történteket. Ugyanakkor példaként is állítjuk őt a gyerekek elé, hogy a fiatal kora ellenére ő egy nagyon tehetséges valaki volt, akiért azért külföldön is érdeklődtek, mint sportoló iránt már akkor is. Az emléktábla alkotóiról is beszéljünk. Nagyon szép lett egyébként. Tényleg? Igen. Olyan egyszerű, letisztult mű. Igen. Hát ez végül is, aki készítette, Boncsér Árpád szobrászművésznek az alkotása. Amikor én először beszéltem vele arról, hogy kellene nekünk egy ilyen dombormű, hát ő nagyon sok mindennek után nézett, és ő nagyon pontosan ismeri Szűcs Sándornak a személyiségét, illetve az élettörténetét. És nála ez egy koncepció volt, hogy úgy alkossa meg a domborművet a gyerekek számára, hogy minden tragédiája ellenére egy optimistán előre néző tekintetű valaki legyen, aki nem a rosszat, hanem éppenséggel ellenkezőleg valami jót, a jóra való késztetés sugározza. És én azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez egy nagyon teli találat, ez a dombormű, mert ezt azt hiszem, hogy sikeresen megoldotta. Ugye itt beszéltünk a sporttagozatról, de aztán jó sok év múlva már más volt a profilja az iskolának. Ugye mindig a természetvédelem, én mindig ebben a közegben hallottam a Szűcs Sándor iskola, a természettudatosság, tehát más irányt választottak aztán. Igen, de az iskola története azért hozzátartozik, hogy volt a testnevelés tagozat, és utána ez valahogy szépen leépült, de a testnevelésnek mindig volt egy nagyon fontos szerepe, a mozgásnak. És hát akkor, amikor volt egy időszak, hogy 3 óra volt egy hetente a testnevelés órák száma, ami nálunk akkor is 4 volt, mert közben volt egy olyan értékközvetítő program, amit Zsolnai tanár úr dolgozott ugye Török Bálinton, az egy jó pár évig működött az iskolám, és annak a pozitív... Zsolnai módszer. A Zsolnai módszer, ami aztán persze megszűnt egy idő után az iskolánkban, de vannak olyan pozitív elemei, amik megmaradtak, és többek között ilyen volt a testnevelés. És hát az, amikor bevezetésre került a mindennapos testnevelés az iskolákban, nekünk ez nem jelentett gondot, mert már volt hagyománya, és mi tudtuk azt, hogy nem feltétlenül csak a tornaterem kell hozzá, hanem sok egyéb más lehetőségünk is van. És hát gyakorlatilag az, hogy környezeti neveléssel is foglalkozunk, sőt azóta már ugye sok egyéb mással is, ez egyszerűen oda vezethető vissza, hogy amikor én először megbízatást kaptam 94-ben, azért volt egy útkeresés is. Ez az értékközvetítő program akkoriban kezdett ugye egy picikét ellaposodni, illetve befucsolni, és kellett keresnünk valamit. Ez nem csak azért, mert ez a program nem volt igazándiból vállalható és továbbvihető, hanem azért is, mert azt az időszakot éltük, amikor keresték az iskolák a saját arculatukat, és nekünk kapóra jött egy pályázat, amit mi beneveztünk, és gyakorlatilag az a környezeti nevelés volt. Hosszú éveken keresztül nagyon aktívan vettünk mi részt ebben a tevékenységben. A mai napig egyébként meghatározó tevékenység az iskolában. Rengeteg olyan eljárással, módszerrel, tevékenységgel, amitől színesebb, változatosabb a gyerekeknek az iskolai élete. Na és ugye most már nem a körzetek szerint megy a beiskolázás, van verseny az általános iskolák között, hogy hogyan fogjuk meg a gyereket, milyen gyerek jöjjön, milyen szülő figyel oda arra, hogy kit vigyen oda? Bizonyára. Tehát van az iskolák között egyféle versengés, bár azt gondolom, hogy ez a körzetesség még van. Tehát valamennyire azért ez, hogy azért közel legyen. Igen, tehát mint kicsi gyerekekről beszélünk. Tehát itt alapvetően ugye mindenki valamelyik iskolához tartozik. Az, hogy a szülőnek van egy szabad iskola választási lehetősége, amivel ő él, az egy természetes dolog. Hát ezt kell összeegyeztetni. És nyilván itt keletkezik az intézmények között egyféle
érdekeltség, bár mi nem egymás ellen vagyunk, én azt gondolom, tehát itt mindegyik iskola igyekszik a lehető legjobbat nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik hozzájuk járnak, illetve azoknak a szülőknek, akik őket választják. De nyilvánvalóan itt, hogyha sokféle tevékenység van, meg elterjed egy-egy iskoláról valami, ami a szülők körében szimpatikus vagy fontos, az azt jelenti, hogy azt az iskolát ugye esetleg többen választják. De nálunk azért az is meghatározó, és több más intézménynek is meghatározó része az, hogy viszonylag nagy körzettel rendelkezünk, tehát eleve sok a iskoláskorú gyerek, és ezért is van az, hogy adott esetben elég magasak a létszámaink, és 3 osztályt indítunk évente, de mondom, ez részben a iskolai pedagógiai tevékenységnek az eredménye, de összefügg azzal is, hogy nagy a körzetünk. Mégis most mi a fő irány? A testnevelés maradt, azt mondta, a zöld irányultság is marad, ugye a természetvédelem, de mégis miben gondolkozzunk? Egyébként Szűcs Sándor általános iskoláról az ember mindig olyan pozitív, én amikor még a fiam ide járt általános iskolába Újpesten, mindig jó kontextusban hallottam, hogy olyan megértő iskola, nagyon gyerekcentrikus, szülőcentrikus is, ilyeneket hallottam. Tényleg. Igen, mihez igyekszünk alkalmazkodni, ezt fontos dolognak tartjuk, hogy az a kisgyerek, aki az iskola kapuján belép, akinek kötelező iskolába járnia, az iskola élménye pozitív legyen. Ez egy nagyon meghatározó élmény kell, hogy legyen, hiszen nagyon sokáig fog egyrészt az iskola rendszerbe tanulni, dolgozni, másrészt pedig tényleg igaz az, hogy élete végéig. Így van, tehát gyakorlatilag a nappaljainak a nagyobb részét velünk tölti a gyerek, tehát ez egy borzasztóan fontos dolog, hogy milyen körülmények között, mennyire fogadjuk el őt, mennyire tudunk alkalmazkodni alkalmanként az ő életritmusához. De ebben azt gondolom, hogy az én pedagógusaim, vagy mi pedagógusainknak van egy nagyon jó felfogása, elfogadása, és többek között ez a belső millió az, ami eredményezi azt, hogy érdeklődnek iránt. A másik, amit megkérdezed, a környezeti nevés az van. Tehát az egy nagyon fontos dolog, tehát egyszerűen azért, mert az a hétköznapi életünk része, hogy nem is annyira a környezetvédelem, sokkal inkább ma már a fenntarthatóság pedagógiája az, amit szem előtt kell tartanunk, és igyekszünk arra nevelni a gyerekeket, hogy előrelátóan, tehát az egy kicsit takarékosabban kell bánnunk azzal a valamivel, amit a környező világunkban létezik. Ami most új tevékenysége az iskolának, hogy pénzügyi ismereteknek a tanításával kezdtünk el foglalkozni. Most van az első évünk, amikor 7. osztályban önálló tantárgyként is megjelenik, és majd jövőre már a 8-osok is, tehát 8-ba kerülve folytatni fogják ezt a tanulmányukat. Hát ez is tulajdonképpen egy ilyen közel évtizedes múltra visszatekintő tevékenység, eleinte ilyen szakköri formában, érdeklődés szintjén, aztán már olyan kiforta magát, hogy tulajdonképpen mi most itt Budapesten az egyik olyan központja vagyunk a pénzügyi ismeretek tanításának, a pénziránytű alapítvány támogatásával, úgy hívják, hogy országos tudáscsere központ, hogy más intézményeknek is átadjuk a tapasztalatokat, illetve fórumot teremtünk arra, hogy más iskolák megosszák, hiszen mások is csinálnak ilyenféle tevékenységet, egymással azokat a jó gyakorlatokat, amik a pénzügyi ismeretek tanításában szükséges. Ez megint egy olyan terület egyébként, mint a fenntarthatóság, hogy a pénzzel bánni, okosan bánni a pénzzel, az egy olyan kompetencia, készség, amire valamennyiünknek szüksége van. Ezt nagyon jó, hogy mondta, hogy pénzügyi intelligenciát, hol volt ilyen most tényleg régen, hol lehetett ilyet tanulni, pedig hát az életre kellene, hogy tanítsák a gyerekeket. A kollégákkal kapcsolatban milyen a Szűcs Sándor tanári testülete? Vannak még régi pedagógusok? Meg tudja tartani őket? Hát, hogy meg tudom-e tartani őket, a fluktuáció van, tehát indítsunk azzal. Ugyanakkor azt is tudom mondani, hogy nekünk most minden álláshelyünk feltöltött. És tehát akkor itt nagyon szerencsé. Boldog mindenki, gondolom. Én leginkább, tehát hogy tudjuk azt a minimális feltételt, vagy nem is minimális, hanem nagyon fontos feltételt biztosítani, hogy a személyi feltétel az oktatásnak adott. Ebben azért hagyd tegyek egy olyan kitételt, hogy azért itt
A fenntartónk, az Észak-Budapesti Tankeret is nagyon a segítségünkre, és nagyon támogatólag áll a tevékenységet, és ők is mindent megtesznek azért, hogy ezt biztosítani tudjuk. Ez nem feltétlenül rajtuk múlik mindig, hiszen a pedagógus pályára jelentkezőknek a száma azért az hát most siralmas, ha most megnézzük, hogy hányan jelentkeztek a felsőoktatásba. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy picit így előrelátóan már mi korábban kötöttünk egy megállapodást együtt dolgozunk a Károli Egyetemmel, és hát a tanítók nálunk végzik a gyakorlataikat, és ez bizonyos előnyt jelent, hogy ott a mi szemünk előtt, vagy általunk oktatott gyakorlati képzésben résztvevőket esetleg meg tudjuk kínálni. Tehát akkor iskola lettek ezzel? Hát gyakorlóiskola, ilyen külső gyakorlóhely lettünk mi, tehát nem vagyunk része az egyetemnek. Semmiféleképpen, viszont ez egy lehetőség arra, hogy például a tanító létszámot én azt meg tudjam oldani, és hát nagyon kiváló pályakezdők jönnek, és visszautalva, hogy én is, amikor pályakezdő voltam, bizalmat kaptam a vezetőmtől, hát én is bizalmat szavazok ezeknek a fiatal embereknek, és egyébként kiválóan végzik a dolgokat, meg elkötelezettek, elhivatottak, és ez azt gondolom, hogy most ez nagyon fontos dolog, hogy ilyen embereket találunk a pályára, és vigyázunk rájuk. Mikor megjelenik egy pályakezdő tanító, tanár, teljesen mindegy most, hogy alsóba, felsőbe jelentkezik, ön mit vizsgál rajta? Azért nagyon fontos szerintem, hogy már ott az első találkozásnál mit lát meg egy pedagóguson, hogy jó lesz, nem lesz jó, meg borzasztó nagy dilemma szerintem. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mit. Hát nyilván egy beszélgetés során próbálja az ember a személyiséget figyelni, adott esetben milyen feltételez, vagy lát benne valamilyen embert, amit el tudnak képzelni ott a gyerekek körében, tehát legyen kellően empatikus, ez egy fontos dolog. Nagyon fontos az intuíció, hogy az ember mit érez meg egy-egy szeméről. Vagy legalábbis én nekem ez a tapasztalatom, hogy ez egy fontos dolog. Még egyszer mondom, hogy amikor oda jön egy pályakezdő, akkor őt már azért régebbről ismerjük. Tehát ő, a többségük már ott van, egy pár évet ott töltött, már láttuk tanítani, láttuk, hogy hogyan viszonyul a gyerekekhez. Itt azok a vezető tanárkollégák, akik foglalkoznak velük, azért rendelkeznek olyan szakmai információkkal, ami abban az értelemben biztossá tesz, hogy na egy olyan valakit választunk, aki felkészült, szereti is csinálni, tudja is csinálni, vannak elképzelései, tehát azért ezek segítenek a választásban. Hát eddig még mindegyik választásunk jól működik, tehát úgy gondolom, hogy jól választottunk, és tényleg nagyon klasszul csinálják a dolgukat. 42 éve a pályán, akkor jól számolom, igaz? Mert úgy volt a 40 előtt még 2 év. Mikor volt a legnehezebb pedagógusnak lenni? Akkor, vagy most, vagy a kettő között? Biztos minden időszaknak megvoltak a nehézségei, meg a szépségei, meg minden, de azért úgy általánosságban biztos, hogy erről van karizmatikus véleménye. Én abban biztos vagyok. Van, igen. Bár azt gondolom, hogy minden korszaknak megvan a maga nehézsége, megvan a szépsége. Tehát annak idején, mikor én a pályámat kezdtem, akkor sem volt könnyű, és akkor is el lehetett mondani, hogy egy nem jól fizetett pályát választottunk. Viszont rengeteg dolog átsegített. Én például egy nagyon jó alapokat kaptam az iskolából, a Móda Ladár általános iskolában. Nekem az is egy meghatározó élmény volt. Az, hogy mi együtt lakhattunk be egy új iskolaépületet, amikor átkerültünk az előbb említett iskolából, az számomra olyan meghatározó élmény volt, amit én nem is nagyon tudok elmondani az ifjú kollégáknak. Teremtettek valamit a semmiből. Igen, tehát az, hogy mi padot cipeltünk, berendeztük, és gyakorlatilag minden azon múlott, hogy mi ezt hogyan indítjuk el, ez egy olyan élmény, amit megélni lehet, elmondani nagyon nehéz. De ez egy meghatározó dolog volt. Az előbb kérdezte ugye a pedagógus létszámnál, és akkor nem mondtam, hogy gyakorlatilag már csak ketten vagyunk abból a tantestületből az iskolába, akik annak idején kezdtünk. De ez valahol azt gondolom normális. Tehát ez a 40 év, ez már elég hosszú idő ahhoz, hogy ugye egy emberöltő elmúljék, és azok a kollégák, akikkel együtt kezdtük, sajnos sokan már nem is élnek, de tehát nagyon sokan már ugye nyugdíjba vonultak, és tehát nagyon sokan elmentek, vagy esetleg más iskolákban dolgoznak, de az a korosztály, aki akkor ott kezdett, gyakorlatilag már a pálya vége felén tart. Tehát ilyen értelemben
nehéz volt elindítani, de szép is volt elindítani. Mint ahogy most is megvannak azok a nehézségek, azok a feltételek, amik mentén dolgozunk, amiktől nem egyszerű sem a vezetőnek, sem a pedagógusnak a pályája, de ugyanakkor megvannak a kihívások is. Tehát megjelennek olyan új elvárások az iskolával szemben, amihez igazodni kell. Ez azt jelenti, hogy nekünk is tanulni kell, meg kell keresnünk benne a szépségét, hiszen a gyerekek minden nap bejönnek. Tehát nekünk ott valahol mindig meg kell újulnunk. Nyilván ez nem egy egyszerű feladat, és hát ugye nekünk is ma már a rutin az egy fontos dolog, de nem elegendő. Tehát tanulni, képezni magunkat, és megkeresni azokat az új lehetőségeket, amitől azért az iskola élete a szebb. Az biztos, hogy most mást kell tennünk, más kell csinálnunk, sokkal inkább a kompetenciák, sokkal inkább a készségek fejlesztése, mint az ismeretanyagoknak a súlykolása a gyerekekbe. Nem beszélve arról, hogy az ismeretanyag az olyan mérhetetlenül nagyjá vált, amit nem lehet csak úgy bevarázsolni a gyerekeknek a gondolatai közé. De most ünnepeltünk. Isten éltesse a Czőcs Sándor Általános Iskolát, és nagyon köszönöm, hogy eljött. További nagyon-nagyon sikeres éveket ön nagyon elszánt igazgató szerintem. Nagyon szépen köszönöm, ez így igaz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!